Ebből a jelenetből nagyszerű fotó is születhetne, vagy akár ebből is. A jó öreg Salamon is sok olyan pillanatot produkál, amelyiket megörökítve akár egy fotópályázat nyertesei lehetnek önök is. A Budakeszi Vadaspark kedvelt lakója csak egy a sok közül, akit lehet vagy érdemes fotózni, hogy remek alkotások szülessenek, de a park kapuin kívül is nagyon sok látni és fotózni valót talál az, akit inspirál egy természetbarát vetélkedés. Április közepén kiírtunk egy fotópályázatot is a közösségi média oldalunkon, Amire egész május 23-ig lehet küldeni fényképeket, fotókat. Kiírás viszont, hogy ebben az intervallumban kell készüljenek a, a fotók. A fotópályázatnak a neve Ébredő Erdő, tehát a tavaszi ébredésről kellene, kell, hogy szóljanak ezek a, a képek. Többféle témában lehet nevezni képeket, állat, növény és makro, és indulhatnak ifjúsági, illetve felnőtt kategóriában is. És van egy különleges, egy speciális témakörünk is, a csendvadászat, amire bárki, bármennyi éves személy is jelentkezhet, nincsen korhatár. Itt az a, az a lényeg, hogy minél kreatívabb képeket tudjanak készíteni erről a címről a természet kapcsolatával. Nagy Ingrid elmondta, a pályázatot nem csak azért írták ki, mert a korábbi években is nagyszerű képek születtek a hasonló versenyeken, hanem azért, hogy minél többen kimozduljanak az otthonaikból, és a kisebb-nagyobb korlátozásoktól függetlenül járják a természetet, és jó szemmel kövessék annak rezdüléseit. A kiírásban nincs kikötés a fotó készítésének helyével kapcsolatban, ebből fakadóan akár a vadasparkban is készülhet sikeres felvétel. Maximum két darab fotót küldhetnek be Két témában, akik nevezni szeretnének, illetve vannak részletes megkötések, ezeket a honlapunkon el tudják olvasni az érdeklődők. Van minimális méret megkötés is, és hogy milyen adatok kell, hogy szerepeljenek a képnek a tulajdonságaiban. Május 23-án van a beadási határidő, utána pedig egy-két hétig kérünk egy kis időt, hogy ki tudjuk értékelni a, a képeket. Amennyiben úgy vesszük észre, hogy, hogy nagyon sok pályázat érkezik be, az is lehet, hogy meghosszabbítjuk, mint a rajzpályázatunknál a beküldési határidőt, de jelenleg május 23-ig lehet beküldeni. A korábbi évek tapasztalatából kiindulva sok résztvevőre és sok fiatal fotósra is számítanak a szervezők. Nagyon változatos nyereményeket... Ajánlottunk most fel a nyerteseknek, különböző kategóriában különböző nyeremények kapnak szerepet. Például az MME is felajánlott egy több, több ajándékcsomagot is, illetve a Szépművészeti Múzeumban is nyerhetnek belépőt továbbá egyértelműen hozzánk is, nyerhetnek belépőket, ajándékcsomagokat. A pályázat feltételeiről és a nyereményekről is minden részletet elolvashatnak a vadasparkon lapján.